Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Nos, kedves nézőink, az elmúlt héten egy hangulatos beszélgetésen ismerkedhettek meg azzal a fantasztikus fehérvári sikerrel, amelyben arról számoltunk be, hogy a 25. Békés Csabai Kolbásztöltő Fesztiválon a Grenyovszky Károly, Paminger Ede, illetve az ő csapatuk egy fantasztikus sikert értek el, külön díjat kaptak, és azt gondolom, hogy ez fantasztikus motiváció mindenkinek így tél közepén, hogy egy kicsit figyeljen oda már végre, és újra tessék kolbászt tölteni, kérem szépen. De viszont azt is tudnunk kell, hogy egy ilyen megmérettetéshez nyilván segítség is kell. A szakmai segítségen túl azért hívtam meg most a két vendégemet, a Metalfor Kft. Ügyvezető igazgatóját, Simon Lászlót, illetve a Metalfor Kft. Kereskedelmi igazgatóját, Skov Gábort, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi motivál egy céget, egy sikeres céget a barátságon túl arra, hogy segítsen. Nyilván ez nem mindennapi történet, és nem is egyszeri, és mielőtt erről beszélnénk, azért ezt hadd mutassam meg, hiszen az idei 6. társasági vadászrandi főzőverseny első helyezett csapata szintén a Metalfor Team, és ez egy ugye vadgasztró fesztivál volt. Tehát ez a kapcsolat régi. De mi motivál egy sikeres csapatot arra, hogy mondom még egyszer, a barátságon túl is segítséget nyújtson? Igen, nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk. Hát ugye, mivel mi fémhulladék, kis és nagy kereskedelemmel foglalkozunk, illetve feldolgozással foglalkozunk, azért a mi tevékenységünket, illetve minket nagyon nehéz a napi közéletbe hol elhelyezni, illetve magunkat is nehéz pozícionálni a különböző területeken, az élet különböző területein. Ezért mindig próbálunk olyan utakat, vagy olyan új irányokat felnyitni magunk számára, és egy kicsit meg tudjuk mutatni azt, hogy nálunk is vannak értékek, nálunk is találkoznak, legyen ez kultúra, sport, a művészetek, tehát mind-mind olyan hétköznapi dolgok jelen vannak a cég életében egyébként napi szinten, amit mondjuk egy hétköznapi ember nem is gondol, hogy egy ilyen tevékenységet folytató vállalatnál egyébként jelen lehet. Tehát egy picit az előzményekről beszélünk, akkor ugye itt a helyi sportéletben ugye a félmaraton versenyét ugye támogattuk ugye évekkel ezelőtt, tehát szerves részei voltunk, aztán a tenisz életben is nyilvánvalóan, aztán a kórház játszótér átadásnál nem csak donációval, hanem mint fizikai munkával is ott voltunk, részt vettünk. És hát Laci, mint természet szerető ember, és hogy mi a motiváció, és hogy kerültünk egyáltalán kapcsolatba itt a vadászati gasztronómiával, illetve ezzel a kápolásnéki versennyel, ami egy óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy ezen részt vehettünk. Ugye maga a verseny 2016-ra datálódik, tehát akkor indult gyakorlatilag útjára az első verseny. Mi 2019 óta vagyunk részesei ennek. Laci egy természet szerető ember, illetve vadász ember, és találkozott Fejes Lászlóval, aki pedig az Országos Vadászati Jótékonysági Alapítványnak gyakorlatilag a vezetője. Ezt az alapítványt mi támogatjuk, és egy ilyen közös vadászaton hívta meg László Lászlót erre a versenyre. De hát ugye egyedül ezt nem lehet gyakorlatilag véghez vinni, ehhez kell egy csapat. És ennek a csapatnak a része tulajdonképpen Ede, illetve Karcsi, akik a szakmai hátteret biztosítják, és remekebbnél remekebb ételeket főztek ezeken a versenyeken, és hát ugye el is hoztuk az első helyet, illetve hát kis túlzással nem volt olyan verseny, ahol leindultunk, hogy az ő szakmai segítségükkel, tudásukkal felvértezve ne hozzunk el különböző díjakat. Tyúk vagy a tojás volt először? Laci, tehát a szakmai háttér, vagy a barátság? Vagy a kettő szervesen összetartozik nálam? Hát én úgy gondolom, tehát a barátság azért az jóval előbb volt. Tehát Edével szerintem ilyen 25-30 éves barátságunk van, kapcsolatunk van, tehát nagyon régóta ismerem. Tudtam, hogy a városban, tehát ő neki azért
sok olyan rendezvénye volt, sok olyan esemény, ahol már bizonyított és letette a névjegyét, tehát egy számomra nagyon és egy elismert ember, és ezáltal tulajdonképpen azért is gondoltuk ezt az egészet, hogy valamilyen formában megpróbálom az Edével ezt a dolgot közösen összehozni. Megmondom őszintén, elég nehéz volt. Először, amikor beszélgettünk, és amikor mondtam neki, hogy egy főzőversenyre szeretném elhívni, akkor mint például az ő szavaival élnék, hogy akasszák a hóért. Hát egy ilyen versenyre, amikor egy olyan szakács, vagy egy olyan főzési technika kell, aminél ugye zsűriznek, ehhez valaki oda teszi az arcát és magát ehhez az eseményhez a helytállását. Ehhez azért tényleg bátorság is kell, de hál' Istennek azért meg tudtuk győzni, és meg tudtam győzni ezzel, hogy segítsen nekünk, és tulajdonképpen ő beadta a derekát, hál' Istennek. És itt van az eredmény, hát hogy első hely ezen a vadgasztrón, és ezt pedig követte a 25. Békéscsabai kolbásztöltő verseny. Akkor most az a tím, akkor most már összeállt. Az mi volt a motiváció részetekről, hogy most egy sokkal nagyobb közegben, egy teljesen új rendszerben lehet megpróbálni, megmutatni, hogy a Metal Four Team mire képes ilyen értelemben Paminger Ede és Grenyovszky Károly vezetésével? Szintén az, ami gyakorlatilag, ugye, hogy meg lettünk szólítva ezzel a kápolnásnyéki versenyen is, hogy itt szintén egy olyan fantasztikus lehetőséget kaptunk, hogy ugye az az 50 csapat, akik meghívó által lehetnek ott, tehát őket delegálják oda, és azt gondoltuk, hogy ezt a lehetőséget ezt semmiféleképpen sem szabad elszalasztani, hiszen azon túlmenően, ahogy Karcsi is Edé is már beszélt arról, hogy mindazokat az ételeket, amiket ők tudnak készíteni, és meg tudjuk mutatni gyakorlatilag a tájegységünk gasztronómiáját, azon túlmenően, hogy a céget képviseljük, és mint Fehérváron prosperáló cég, ezáltal ugye a várost is meg tudjuk mutatni, illetve a várost is képviselni tudjuk gyakorlatilag. Ez volt igazából a motiváció. No, hogyan tovább? Nyilván a barátság nem múlik el, de ahogy én ismerem a fenomenális szakácscsapatot, ők nem állnak meg. Vannak terveitek? Bár ilyenkor koronavírus járvány idején ezt ugye, ez rossz kérdés, de azért hadd kérdezzem. Hát sikerek után terveink lennének, hát kérdés az majd, hogy fog alakulni ez ugye a pandémia miatt egyrészt, a másrészt meg ami a legfőbb, hogy az edélyekkel kapcsolatosan, hogy hogyan tudjuk meggyőzni arról, hogy a következő alkalommal is ugye egy csapatban legyünk. Reméljük, kedvet kaptak hozzá, és így ahogy beszélgettünk, úgy gondolom, hogy ezt össze fogjuk tudni hozni. Én személy szerint, hogyha lehetőség lesz rá, akkor én ennél a következő békéscsabai rendezvénynél is személy szerint én ott szeretnék lenni is ezzel a csapattal. Jó, hát mosolyog a szemed, úgyhogy nincs kétségem felőle, hogy ez így is történik, és azt kívánom, én azt gondolom, hogy nekünk fehérváriaknak is fontos, tehát mindannyiunk nevében azt kívánom, hogy további jó közös munkát, fantasztikus kulináris élményeket mindnyájatoknak, és köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok, köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Mi is nagyon szépen köszönjük. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk az Agrárinfót, hiszen az Országos Magyar Méhészeti Egyesület egyik filmjét szeretném bemutatni, még pedig azért, mert külön kéréssel fordultak hozzánk, hogy ez a film is fantasztikus sikereket ért el az elmúlt időszakban, úgyhogy nézzük meg együtt.
Földünk élettel átszűrt rétege változatos tájakkal rendelkezik. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy ilyen vége láthatatlan vidéket csak a nagy földrajzi erők képesek formálni. Pedig apró teremtmények közös erővel olykor nagy dolgokat vihetnek véghez. A méz és az ember kapcsolata bizonyíthatóan legalább a kőkorig nyúlik vissza. Magát a mézet medvecsaléteknek is használták. Ekkoriban azonban nem történt tudatos méztermelés. Mintegy 9000 évvel ezelőtt háziasította az ember a méheket, otthont adott nekik a mesterséges kaptárakban. Az első szervezett mézelvétel nyomait a mai Törökország területén találták meg. A méhektől nem csak mézet, hanem a világításhoz szükséges viaszt is kapott az ember. A 17. századtól kezdve azonban jóval kevesebb mézre és méhviaszra volt szükség. Új anyagok jelentek meg, mint az olaj és a parafin. Ezeket hatékonyabban tudták felhasználni a világításhoz. Az egyre nagyobb mértéket öltő cukorfinomítás teljesen átalakította az édesipart, a méz felhasználása háttérbe szorult. Korunk egészségtudatos táplálkozási szokásaiban azonban ismét egyre nagyobb teret hódít a mézfogyasztás. Édes, zamatos, aranyszínben pompázik. Ráadásul teljesen természetes. Sokáig az emberiség egyetlen édesítőszere volt. Elődeink számára a méhek nélkül kevésbé lett volna édes az élet. Rengeteg munka áll amögött, hogy ez a csupor méz most itt álljon az asztalon. Hajnal van. A reggeli harmat már kezd felszáradni, és a hőmérséklet is emelkedik. Ez a nap sem lesz más, mint a tegnapi vagy a holnapi. Kezdődik a mai mézkészítés is. A látótávolság percről percre növekszik. A várakozó állás számukra egyet jelent. Amint elérik az első napsugarak a kaptárt, indulhat a gyűjtögető munka. A méhek képesek akár 5 kilométerre is eltávolodni a kaptártól. A nap állásából tájékozódnak, így nem tévesztik el az irányt, könnyen hazatalálnak. A nyár előre haladtával csak úgy roskadoznak a virágporban gazdag mezők. Néha csupán néhány másodpercet töltenek egy virágon, és szállnak is tovább a következőre. Ezzel elvégzik a beporzást. A virágpor egy finom, könnyű anyag. A méhek a virágra való rászálláskor az egész testüket be tudják borítani vele. Ezt utána összegyűjtik és a hátsó lábukra tapasztják, hogy könnyebben szállíthatóvá váljon. A szipókájukkal kiszívják a virágból a nektárt, amelyet a mézgyomorban tárolnak el. Már itt, a gyűjtögetés során elkezdődik a mézkészítés. 1 kg méz előállításához 20 000-szer kell fordulni a kaptár és a gyűjtőhely között. Ez elképzelhetetlenül nagy munka lenne egyetlen méh számára. Egy méh családból egyszerre akár több ezren is úton lehetnek. A munkát magas fokon és jól szervezetten megosztják egymás közt. Egy méh csak annyi virágport és nektárt gyűjt, amennyivel még haza bír repülni a kaptárig. A bejáratnál kapuőrök fogadják az érkezőket. Itt ellenőrzik, hogy a gyűjtőméh ehhez a családhoz tartozik-e, és ha igen, hozott-e magával virágport és nektárt. Az előbb még a terepen dolgozó méh most újra az otthonában van, a kaptárban. Az akár 70 000 méhet is számláló méh családban nagy a jövésmenés, de semmi nem történik ok nélkül. Mindenki tudja a feladatát. Káosznak nyoma sincs.
A nemrég visszatért mély a magas víztartalmú nektárt a hatszögletű lépsejtekbe töltve raktározza el. A gyűjtő innentől átadja a feladatot a mézérlelő munkásoknak. A nektárcseppek többszöri felszívása és leadása során különböző enzimek kerülnek a feldolgozás alatt álló anyagba. A szárnyukkal keltett légáramlattal elpárologtatják a felesleges vizet, ezáltal a nektár sűrűbbé és tartósabbá válik. Így lesz belőle méz. Az érlelési folyamat akkor tekinthető késznek, ha a víztartalom 18% alá csökken és a mésejteket lefedik viaszréteggel. Ez a beérlelt állapotú méz már készen áll arra, hogy az ember elvegye. A méhek a mézet saját maguk ellátására termelik. Ebből táplálkoznak a tél folyamán. Az ember olykor elveszi tőlük, de ez nem jelenti azt, hogy éhen halnának. A szakemberek tudják, hogy mikor jön el az idő a méz elvételére. A tökéletes időzítésen múlik minden. A méhész a megfelelő védelmet biztosító öltözékben felnyitja a kaptárt. A viasszal és propolisszal összeragasztott kereteket szét kell választani, hogy a kaptárból könnyebben kivehetőek legyenek. Óvatosan lerázzák és lesöprik a szorgoskodó méheket a lépről. Vigyáznak rá, hogy a lehető legkevesebb méh sérüljön meg. A füstölőben természetes anyagok égnek. Ez a leghumánusabb módja annak, hogy a méheket megnyugtassuk. A füst hatása néhány percig tart, ám ennyi pont elég. A méhészek a kereteket a kerethordozó ládába helyezik és elszállítják a helyszínről. A feldolgozás távolabb történik a kaptáraktól. A fedelező villa egy fésűre emlékeztető eszköz. Ezzel eltávolítják a viaszfedeleket, amelyekkel korábban a méhek lezárták az elkészült mézet. Azonban ez sem veszik kárba. A méhviasz például gyertyák készítéséhez kiválóan alkalmas. A fedelezés után szemtől szemben találja magát a méhész a mézzel. Most már csak valahogyan el kell távolítani azt a lépsejtjeiből. A régi időkben, amikor még méhkasokat használtak, a méh családot elpusztították, a lépeket kitördösték és kipréselték belőle a mézet. Ez azonban nem volt gazdaságos. Most már a lép megsértése nélkül egyszerűen kipergetik a mézet a keretekből. A pergető úgy működik, mint egy centrifuga. Nagy sebességgel forog, így kicsapódik a méz a keretekből a pergető dobjának falára. Egy idő után az aljára folyik és összegyűlik. A hagyományos kézi pergetőket ma már felváltották az elektromos meghajtású gépek. Egyszerre akár 30-40 keretet is ki tud pergetni vele a méhész. Ami pedig végeredményben az eszköz alján a csapon át távozik, nem más, mint az egészséges, frissen pergetett méz. A méhek államalkotó rovarok. Szerveződésüket a Föld legfejlettebb társadalmának is tartják. Egy méh családban csak egy királynő lakik, ő irányítja az egész családot. Akár 3 évet is élhet. A herék által megtermékenyített petéket kizárólag ő rakhatja. A herék a hím méhek. Belőlük alig néhány száz él a kolóniában. Jelenlétük csupán a szaporodáshoz szükséges. Ha már nincs szükség tovább a szolgálatukra, egyszerűen kiűzik őket a kaptárból. A dolgozók a méh család legnagyobb számú tagjai. Nőneműek. Valamivel több mint 40 napig élnek, és a legtöbb munka rájuk hárul. Ők alkotják a kaptár több mint 99,5%-át. Egy kaptárban naponta akár 1500 méh is kibújhat a sejtekből, és körülbelül ugyanennyi el is pusztulhat. Az újszülött méhek könnyen kirágják magukat a sejtekből. A kibújást követően azonnal munkába is állnak. Nem tanítják meg őket az idősebbek semmire, ösztönösen teszik a dolgukat.
A méhek világában nincsenek lázadások vagy munkasztrájkok. Mindenki elfogadja a kijelölt feladatát. Tévhit, hogy a dolgozók ugyanazt a munkát űzik egész életükön át. A születést követően még egy jó ideig nem hagyják el a kaptárt. Első napjaikban a sejtek takarításával foglalkoznak. Ezután a lárvák etetése a feladatuk. Ahogy telik az idő, egyre magasabb pozíciót töltenek be. 14 napos korukban már virágport dolgoznak fel és nektárt érlelnek. A lépet is a fiatal dolgozók építik. Legelőször függőleges viaszfalakat építenek. Később erre kerülnek szabályos rendben a hatszögletű formára igazított sejtek. Ezeket bölcsőnek, lakószobának és éléskamrának egyaránt használják. Később a dolgozók őrtevékenységet tölthetnek be. Ellenőrizhetik a beérkező méheket, távol tarthatják a betolakodókat, például a darazsakat. A dolgozók karrierjének csúcsa 21 napos korukban jön el, ugyanis már részt vehetnek a kaptáron kívüli munkákban. Ekkor már életük felénél járnak, és még legalább 3 hétig élni fognak. A kipergetett méz óriási hordókban érkezik a kitöltő üzemekbe, ahol egyszerre akár több 100 kilogrammot is fel tudnak dolgozni. Hermetikusan lezárt körülmények között 45 Celsius fokos hőmérsékleten történik a kezelés. A folyamat legalább 24 órát vesz igénybe. Ez megtisztítja a mézet a természetes szennyeződésektől. Az átszivattyúzást követően megkezdődik a kimérés. A gépek gramra pontosan ugyanannyi mézet töltenek minden egyes üvegbe. Nem történhet emberi tévesztés az adagokat illetően. A leragasztott zárjegy garancia a megbízható, ellenőrzött forrásra. A kimérést követően felpakolják a rendezett üvegeket a szállítóautóra, és már indul is a szállítmány a kijelölt boltokba, piacokra. A helyi méz vásárlásával a vevő a közvetlen környezetének biztosít munkát és megélhetést. A méz természetes eredetű élelmiszer. Nem szabványosítható, mint egyes mesterséges termékek. Szinte minden tájon más és más lesz az íze. Egy sütemény receptjében lévő cukor sok esetben teljes mértékben kiváltható mézzel, amivel még egyedibb ízvilágot lehet adni a készülő édességnek. A megvásárolt mézet érdemes egy éven belül felhasználni, mivel utána csökkenhet az illóanyagok mennyisége. A méz azonban sosem romlik meg, akár a több ezer éves leletek is nyugodtan elfogyaszthatók. Ahogy elkezdenek sárgulni a levelek, az utolsó növények virágzása is alább hagy. Vége a nyárnak. Beköszönt az ősz. A hideg időszakban a méhek behúzódnak a kaptárba, és szorosan egymás mellett elhelyezkedve vészelik át a kedvezőtlen körülményeket. Várják a tavaszt, hogy a jó idő beköszöntével folytathassák szorgalmas gyűjtőmunkájukat. A legfontosabb közvetítő szerepet töltik be a növények között. Formálják és alakítják a természetet. Ő általuk ilyen változatos a világunk. Ez a körforgás évmilliók óta szüntelen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!